saját kezüleg készített díszeiket rakják épp a fára az Irka karácsonyi rendezvényén, a Beregszászi, a Dédai és az Ungvári iskolások. Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapjának szerkesztősége karácsony közelettével idén is színes programokkal várta a legaktívabb olvasóit. Ezúttal a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban. Ma kerül sor a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség az Irka gyermeklap hagyományos karácsonyi ünnepségére, aminek a célja egyrészt az, hogy a közelgő ünnepre mi is egy kicsit hangolódjunk, illetve készüljünk, illetve a meghívott gyerekek számára ez minden alkalommal egyfajta jutalom, mert azok a gyerekek kapnak a teljes osztályukkal meghívást az Irka rendezvényeire, akik aktív olvasói a lapnak, akik beküldik számunkra a rajzaikat, az általuk írt verseket, meséket, illetve a keresztrejtvények megfejtését. A rendezvény elején Orosz Ildikó köszöntötte a gyerekeket. Elmondta, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség negyedévente megjelenő gyermeklapja 26 éves múltra tekint vissza. Az eltelt évek alatt generációk nőttek fel Irka olvasóként. Ez egy szellemi műhely, amit Punykó Mária vezetett évtizedeken keresztül, és ami maga egy intézményé vált. Ez az Irka az, amely ahova a gyerek írhat levelet, ahol elpanaszolhatja lelki problémáit és választ kap rá, ha nem tudja kinek elmondani, ahova beküldheti az első verseit, rajzait, kis meséit, elbeszéléseit, és ez a Irka egyúttal a házi olvasmány is sok esetben, mert sajnos azt kell mondanom, hogy könyvet vásárolni magyar nyelven már csak néhány városban lehet, és az is olyan árban van, hogy nem tudja mindenki megfizetni. Az Irka lapszámai az anyországi támogatásnak köszönhetően jutnak el az olvasni szerető gyermekekhez. Ez egy olyan kiadvány, amely elősegíti a magyar nyelv ápolását az iskolások körében, hangsúlyozta beszédében Szilágyi Mátyás főkonzul. Magyarországon is, Kárpátalján, Erdélyben nagyon komoly szerepet játszanak a gyermeklapok, és komoly hagyománnyal is rendelkeznek. Élvezett kézbe venni egy ilyen újságot, ennek talán azt lehet mondani, hogy az izegő papírnak megvan a maga varázsa. Nyilván az internetes online változatok ugyanolyan fontosak, sőt, ugye azok könnyebben eljutnak, de azért én azt mondom, hogy mégiscsak jó azt kézben fogni és lapozni és olvasni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek a lehetőségek meglegyenek a nyelvművelés a kulturálódás szempontjából a gyermekeknek, a legkülönbözőbb korosztályoknak. Az ünnepségen kihirdették a Nemzetpolitikai Államtitkárság által szervezett Miénk a Város elnevezésű internetes versenygyőzteseit. A vetélkedőt 7 éve rendezik meg. Idén 21 kárpátaljai gyerek 14 csodasarkot nyert osztályközössége számára. Ez egy 100 000 forint értékű könyv és fejlesztő játék csomag, és idén Kárpátalján 14 gyermek kapott ilyen csodasarkot, 13 intézmény részesült ebből a csodasarokból. Ami a játéknak az érdekessége, hogy ezt nem a gyerekek saját maguknak nyerik, hanem az intézményüknek, osztályuknak, ezzel is próbáljuk a közösségi élmény, és jobb adni, mint kapni, így karácsony szellemében a gyerekeket erre tanítani. Az ünnepi alkalmat a Beregszászi Színtársulat 12 hónap című meseelőadása zárta. A kisiskolások számára készült darab egy tiszta, egyszerű történet, ami a szívről és a lélekről szól. Ez egy nagyon szép történet, nagyon kedvesen, nem túl erőszakosan közli a gyerekekkel, hogy már pedig jónak kell lenni, hanem nagyon kedvesen, és egy nagyon aranyos segédszínészünk játsza a főhőst, Annát, egy tiszta tekintetű, törékeny kislány, úgyhogy szerintem a gyerekek élvezték. Az ünnepség végén minden gyermek könyvet és édességcsomagot kapott ajándékba.